Bálond, ahogy ígérted, megjelent ugye most május végén a könyved, az első könyved, ugye lesz majd folytatás is, de először erről azt elmondtad, hogy nagyjából mit tartalmaz a könyv. Egy valamit nem hallottunk, hogy kinek akarod ezt az igazságot bizonyítani. Miért tartottad fontosnak, hogy ezt az igazságot megtudja mindenki, illetve ugye azt mondtad itt el, hogy csak az vegye meg, akit érdekel az igazság. Azért tartottam fontosnak, mert azt gondolom, hogy az én könyvem, vagy amit abban írok, az mindenki számára példaértékű lehet. A gyermekkorom is, hogy lehet kimászni az alkoholizmusból, a pánikbetegségből, hogy milyen egy fiatal színésznek beilleszkedni a mai magyar művész társadalomba, milyen következményekkel jár az, hogyha az ember úgy mond el, megy celebnek, mondjuk egy kereskedelmi televízióba, és milyen az, amikor az ember az út joghálójában, jogvesztőjében olyan erőkkel találkozik, amit nem tud legyőzni. Most olvastam, egy pszichológus nyilatkozta valahol, vagy írta valahol, hogy talán azért is mondtad el, vagy amik megjelentek már könyvből részletek bulvár sajtóban, hogy ugye például bántalmazott gyermek voltál, hogy ezzel így az egyszerű olvasó is azt mondja, hogy ja, akkor ez lehetett az oka ennek az egész erőszak hullámnak, amit téged körülvett, ebben van valami? Nem. Ez a pszichológus valószínű, hogy nem ismer engem, soha életében nem beszélt velem. Azt gondolom, hogy általánosítani az én esetemben nem lehet. Tehát a gyermekkorban ért sérelmek, azok soha nem lehetnek mentségek egy felnőtt ember viselkedésére. Én nem vagyok egy agresszív ember, nem vagyok egy erőszakos ember. Az, hogy a Palácsik Tímea engem hamisan bevádolt, annak semmi köze ahhoz, hogy az anyám engem gyerekkoromban hülyére vert. Könyv terjedelme vagy vaskosság az nem jelenti azt, hogy ebbe vannak olyan részek, amik nincsenek átnézve. Hangsúlyozom, hogy ez az első oldaltól kezdve a 350 oldalig, ez kérem szépen minden szava igaz. Tehát hangsúlyozom, hogy ezt 4 ügyvéd nézte át folyamatosan, hogy véletlenül se legyen benne olyan dolog, ami jogiba be lehet kötni. Ha valaki perelni akar, egész nyugodtan pereljen, minden egyes állításomat, minden egyes történetet tudok bizonyítani. Ezt Tímeával kellett egyeztetni, hiszen nyilván róla is van nem benne. Nem egyeztettem, mert miért egyeztettem volna? Hát nem viccelj, tehát ő 2 év, 3 hónapig a barátnőm volt, együtt éltünk, gyűrűs menyasszonyom volt, a Mr. és Mrs. műsorban szerepelt velem, rengetegszer szerepelt velem a Mokkába, az Aktív című műsorokba, jött velem különböző celebpartikra, tehát neked kellett volna ezt egyeztetnem vele, hát ő a múltamnak a része, és hál' Istennek már csak a múltamnak a része. Miért kellett volna egyeztetnem vele? De nem foglalkozom Palácsi Tímeával, én nem foglalkozom Andy Vajnával. Én írtam egy könyvet, és ennek a könyvnek, ennek a 40 évemnek sajnos Palácsi Tímea is része volt, hova tovább ártatlanul börtönbe kerültem miatta. Mennyi. Jó, a végezetül miről fog szólni a folytatás? A folytatás az csupán a börtönben töltött 3 évről fog szólni. Részletesen nem kívánom elmondani, hogy miről szól a könyv, de nagyon-nagyon érdekes úgy megírni egy könyvet, hogy nem írok elítéltekről, fogvatartottakról, név szerint, bűncselekményük szerint, nem fikázok benne senkit, hanem azt írom le, hogy milyen volt 3 évig ártatlanul megélni. Igen, pont ezt mondtad, és az merült fel bennem kérdésként, hogy így hogyan lehet majd fenntartani az érdeklődést, hiszen ugye az emberek erőszakra, verekedésre, stb. Többiek sztoriaira is vágyhatnak nyilván, hiszen bulvár. Biztos vagyok benne, hogy aki elolvassa az első könyvet, az remekbe fogja várni a folytatását, aminek az lesz a címe, hogy Túléltem, és ebben minden benne van, mert abban pedig Damurol Annak az az arca mutatkozik meg, hogy ő egy ilyen kényszer és feszült igazságtalan helyzetben hogy tudta ezt végigcsinálni.